örökbefogadás és ráadásul ugye problémás bántalmazott kutya. Ugye a kutyáknak a bántalmazása, ugye beszéljünk a fizikai büntetésről, tehát amikor a kutyát ütik, rúgják, csapkodják, stb. Ez egy rendkívül sok kutyában mély nyomot hagy. Kutyától függ. Tehát vannak olyan kutyák, amelyek egy fizikai büntetés után megrázzák magukat, és dolgoznak tovább, és vannak olyan kutyák, amikre ez nagyon rossz hatással van. A kutya félénk lehet, illetve lehet félénk és agresszív. Tehát ugye először is az örökbefogadásnál nagyon oda kell arra figyelni, és erre a menhely, akitől a kutyát örökbefogadjuk, választ kell, hogy tudjon adni, ha már azt tudja, hogy ez egy bántalmazott kutya volt, arra is választ kell, hogy tudjon adni, hogy a kutya hogyan reagál a bántalmazásra. Mert én nagyon óva intenék embereket attól, hogy ha csak nem nagyon tapasztalt kutyás, hogy egy olyan kutyával, kutyának az örökbefogadását fontolgassa, amelyik félelmi, agresszív kutya. Mert hogyha ez egy nagyon sérült, hogy mondjam, lelki sérült kutya, és tulajdonképpen minden ijegységre agresszióval válaszol, ez egy nagyon-nagyon komoly feladat egy ilyen kutyát tartani. Máskülönben ugye a bántalmazott kutyának az örökbefogadása igazából egy nagyon körültekintő és figyelmes gazdát igényel, aki, hogy úgy mondjam, a kutyát rehabilitálni tudja.